2025-től két elektromos hulladékszállító autó járja majd Nyíregyháza sűrűn lakott területeit. Ezek éves szinten mintegy 140 tonna széndioxidtól fogják megkímélni az itt lakókat. A Humda 2 milliárd forintos projektjéből 490 millió forint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társuláshoz és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-hez érkezik. Köszöntöm Önöket, a témáról később, előbb nézzük mai adásunk további tartalmát. Klímaváltozás, egyre melegebb van, veszélyesebb kórokozókat hordozhatnak a szúnyogok. Zöld közszolgáltatás, két elektromos hulladékszállító érkezik Nyíregyházára. Természetvédelmi múzeumot avattak leveleken, Kovács Zoltán államtitkár szerint fontos a helyi közösségi összefogás. Magyarországon 50 őshonos csípőszúnyogfaj él, melyeknek csak egy kis csoportja kedveli az emberi vért. Ráadásul kizárólag a nőstény egyedek táplálkoznak vérrel. Vannak azonban olyan illatok, amiket a szúnyogok nem szeretnek. Ilyen a fodormenta, citrom, szegfűszeg és az eukaliptusz. Köszöntjük a stúdióban a témával kapcsolatban dr. Hörcsik Zsoltot, a Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézetének főiskolai docensét. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy itt van nálunk. Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket. Beszéljünk először az aktualitásokról. Hát eléggé aszályos volt az idei év, a 2024-es esztendő. Mégis valahogy olyan érzete volt az embernek, mint hogyha szúnyoginvázió lett volna. A nyár elején gyakorlatilag volt olyan időszak, amikor 8:30 után nem is lehetett kint lenni a kertben. Legalábbis mi itt tapasztaltuk. Nem tudom, ön ezt meg tudja erősíteni egyrészt, másrészt pedig, ha igen, akkor miért volt ez? Részben meg tudom erősíteni, tehát nyár elején valóban volt egy időszak, akkor még egy kicsit csapadékosabb volt az idő, amikor jóval több szúnyog volt a környezetünkben. Nyár vége felé azonban mindannyian érezzük, hogy annyira aszályos volt ez az év, hogy ez egy picit rányomta a bélyegét arra is, hogy kevesebb szúnyog van, és szerintem a szubjektív érzetünk is talán azt mutatja, hogy talán egy kicsit kevesebb volt, mint szokott lenni az elmúlt években. Igen, de volt gyérítés, tehát igazából rá lehetne fogni arra, hogy akkor volt szúnyoggyérítés, és ezért nincs annyi most már. Igen, rá lehetne erre is fogni. Én azt gondolom, hogy ez egy komplex történet az egész, de gondolom erről fogunk beszélgetni. Igen, na hát akkor beszéljünk arról, hogy egyáltalán a gyérítésnek van-e eredménye, van-e értelme szerint. Mielőtt erről beszélnék, csak egy pár szót hagyd mondjak el a szúnyogokról, jó? Tehát az valóban mintegy 50 csípő szúnyog él hazánkban, világszerte több mint 3500 faj él. Ezek több nemzetségbe oszthatók be, és hazánkban is jó sok szúnyog találhatók a lószúnyogok, amiért a háziasszonyok riasztani szokták a férjeiket, illetve árvaszúnyogok, amik teljesen ártalmatlanok, növényi nedvekkel táplálkoznak. Aztán vannak a púpos szúnyogok, vagy a lepkeszúnyogok, amiknek nagyon fájdalmas csípése van, de nem a csípőszúnyogok közé tartoznak, és vannak aztán a tényleg klasszikus csípőszúnyogok, akiknek több nemzetségük van, és ezek azok, akik a legtöbb kellemetlenséget okozzák nekünk, illetve néhány esetben betegség terjesztésére is alkalmasak. Ugye az első nagy csoportjuk az anopheleszek, akik egyébként világszerte a maláriának a terjesztéséért felelősek, illetve rendkívül híresek, és emiatt milliók halnak meg elsősorban Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában, tehát legalábbis milliós nagyságrendben. Vannak a kulexfajok, ugye ahova mi dallos szúnyogunk is tartozik, amiről majd egy kicsit részletesebben is fogunk foglalkozni, és vannak az édes nemzetségbe tartozó fajok, például a gyötrő szúnyog, de ide tartoznak a nagyon-nagyon mostanában elhíresült inváziós szúnyogfajok, az ázsiai tigris szúnyog, a japán bozót szúnyog és a kóreai szúnyog is. A érdekesség ebben a témában, hogy a ördög a részletekben rejlik, és nagyon-nagyon fontos tudni, hogy ezek a szúnyogok egyrészt milyen életmódot folytatnak, mikor táplálkoznak, mikor mozognak, tehát ezeknek az ismerete nélkül nagyon-nagyon nehéz hatékonyan fellépni ellenük. Egy általános kérdés jutott így a rengeteg féle fajta szúnyoggal kapcsolatban, hogy több olyan szúnyog van-e akkor Magyarországon, amelyik megcsíp és szívja a vérünket?
Igen, jó sok van belőlük, bár el kell mondani például, hogy az előbb említett fajok közül az Anopheles fajok, akik a maláriát is terjesztették, azok elsősorban emlősöket szoktak szúrni, illetve vért szívogatni belőlük a nőstények. Vagyis minket. Hát minket is, inkább így mondanám. Az édesfajok szintén inkább emlősökre pályáznak, míg a kulexfajok azok madarakra és emlősökre is. Tehát a legtöbb kalamajkát jelen pillanatban talán ők szokták okozni. Akkor ennek megfelelően egyre több annak ellenére, hogy akkor a szúnyogfajoknak csak egy kis százalékától kell félnünk, ennek ellenére azért mégis többen vannak, akiktől félnünk kell. És ez a klíma hatása, tehát a klímaváltozás hatása? A klímaváltozás hatása is nagyon erősen érvényesül a megjelenésükben, a fenomenonjukban, ugyanis sokkal könnyebben telelnek át, van egy csomó szúnyogfajunk, amelyek nem tojások, így szoktuk nevezni a petéiket formájában, hanem imágó formában telelnek át meleg helyeken, akár most már egy faodúban is előfordulhat ez, de hát kiváló helyet, telelési helyet jelentenek nekik például a virágkertészetek, üvegházak, az ott lévő pangóvizek, tehát ezek mind-mind hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy könnyebben teleljenek át. Azért ilyen -20, -30-as telek most már ritkábban fordulnak elő, tehát ha van is -10 fok alá kerülő hőmérséklet, ez csak néhány napig tart, tehát ebből a szempontból mindenképp. Ugye a felmelegedéssel egyre nagyobb esélye van annak, hogy idegenhonos, így szoktuk nevezni őket néha, hogy inváziós fajok jelenjenek meg nálunk, ezek elsősorban a turizmus, a kereskedelem révén kerülhetnek be nagyon könnyedén a Kárpát-medencébe, a Kárpát-medencei környezetbe, viszont itt nagyon gyakran megtalálják maguknak azokat a feltételeket, amik mellett kényelmesen el tudnak élni, és később esetleg problémákat okozni. Már is érdemes megjegyezni, hogy az előbb említett nemzetségek eleve máshol szeretnek költeni. Tehát van, amelyik szereti a csatornákat, a viszonylag nyíltabb vizeket, de például az édesfajok és közöttük a említett inváziós fajok, azok például konténerköltők. Tehát azok egy temetőben lévő vázában, egy virágcserében, egy madáritatóban, pangóvízben vagy ilyesmiben minden további nélkül túlélnek. A viselkedésük is rendkívül eltér a klasszikus hazai fajoktól, a dallos szúnyogtól, gyötrőszúnyogtól, mert nem a megszokott hajnali időszakban, illetve a napnyugtakor csípik, illetve szívják az emberek, illetve a közönségnek a vérét, hanem tűző napon, akár 35 fokon, egészen-egészen megváltozott a szúnyogoknak a megjelenése, amíg régebben egy március végétől szeptember végéig tartó időszakot tarthatunk nagyon szúnyogos időszaknak. Azért ma már, különösen az invazív fajok esetében, viccen kívül mondom, akár már februárban is találkozhatunk velük, és október végéig, november elejéig is kiterjedhet a megjelenésük. Kezdjük a legrosszabbal, betegséget akkor, tehát Magyarországon vannak akkor olyan szúnyogok, amelyek betegséget tudnak terjeszteni? Minden, természetesen vannak az invazív fajok közül, biztosan tudjuk, hogy néhányuk kifejezetten jó vektor különböző kórokozóknak. Ezeket nagyon sok fajta szempontból lehet csoportosítani. Van néhány nagyon rossz hangzású betegség, amit terjesztenek, a dengiláz, vagy például a chikungunya, de rengeteg más betegséget, ugye a nyugatnilusi láznak a vírusát is terjesztik, illetve bizonyos férgességeket is képesek a szúnyogok terjeszteni. Tehát eleve ez rendkívül nagy probléma, de azért ez nem ennyire egyszerű. Tehát ahhoz, hogy ezek a szúnyogok ezeket a betegségeket terjeszteni is tudják, hát ahhoz először is kell maga a kórokozó. Tehát a kórokozót, azt eddig jellemzően, ha valaki ilyen egzotikus betegséggel fertőződött meg az országunkba, azt általában külföldről hozta haza. Ugye sok helyen nyaralunk, most már minden további nélkül elmegyünk Dél-Kelet-Ázsiába, Dél-Amerikába, érdekelnek minket a dzsungeltúrák, tehát egy csomó helyről ezeket viszonylag könnyű hazahozni. Ugyanakkor el kell mondani, hogy Franciaországban, Spanyolországban már autochton módon is megjelent a dengiláz, ami azt jelenti, hogy azt már nem külföldről cipelték be az országba, hanem az adott országban
már ugye volt egy olyan populáció, aki hordozta a kórokozót, azt megcsípte egy szúnyog, az megcsípett egy másik embert, tehát kialakult már egy ilyen kis kör, ami nem a világ más tájáról érkezett, hanem már ott lépett föl. Nem is az a baj, hogy azok a szúnyogok, akik itt vannak nálunk, azok betegségeket terjesztenek. Ugye a nyugat-nílusi láz az egy viszonylag, hát nem viszonylag, de azért most már feltűnik mind lovaknál, mind embereknél. Bizonyos esetekben nagyon komoly problémák is okoz. Szerbiában voltak miatt a tömeges halálesetek is, de hát más országokban is fordultak elő természetesen halálesetek. Emiatt is nagyon fontosak. Amiért fontosabbak, azért, hogy ezek a szúnyogok itt vannak nálunk, az lehetővé teszi azt, hogy még itt nem lévő kórokozókat terjesszenek később. Ez a fő probléma. Jó, nem nyugtatott meg. De ha nincs Magyarországon ez a kórokozó, amit éppen terjeszthetnek, mégis a csípéseik az különböző lehet? Mint a hagyományos szúnyog, a megszokott szúnyog csípéshez képest. Igazából most hát első kézből kellene mondanom itt a történetet. Nem gondolnám, hogy lényegesen más, és azt gondolom, hogy nagyon sok ember ütött már agyon horgászás közben, vagy természetjárás közben magán idegenhonos szúnyogot is, és nem ismerte fel, hogy ez itt egy idegenhonos szúnyogról van szó. Ezzel együtt, amik már itt vannak, azok egy későbbi betegségnek a vektorai lehetnek. Hogyan lehet akkor ellenük védekezni, és akkor beszéljünk az írtásról, vagy gyérítésről. Ön adáson kívül azt mondta, hogy az írtás kifejezést nem nagyon ildomos használni, mert kiirtani akkor ezeket a szúnyogokat egyáltalán nem lehet, legfeljebb gyéríteni. No, de még mielőtt akkor erre rátérnénk, én a saját kertemben hogyan tehetek az ellen, hogy ne szaporodjanak a szúnyogok. Jó. A szúnyogírtás ugye az inkább a közbeszédben egy elterjedt kifejezés, a szúnyogok épp úgy részei az ökoszisztémánknak, mint mi, vagy minden kis élőlény, aki velünk együtt él. Viszont védekezni csak kell ellenük, mert végtelenül kellemetlenek, ezt nem lehet semmisé tenni, és ráadásul például nyáron pont azokban az időszakokban a legaktívabbak, amikor mi is a legaktívabbak vagyunk kint, tehát tűzőnapra ritkán megyünk ki, még azért a reggeli időszakban, illetve a napnyugtakor viszont viszonylag sokat vagyunk kint. A igazán jó megoldás az egy komplex stratégia lenne, egy komplex szúnyoggyérítési stratégia, aminek nagyon sok eleme van. Az a baj, hogy nem baj, ez a módszernek a helyes alkalmazása viszont nagyon-nagyon erős, nagyon komoly monitoringot igényel. Nagyon komoly felkészültséget, de hosszú távon hatékonyabb és minden bizonnyal áldásosabb, mint a piretroid észterekkel történő írtás, ami egyébként legalábbis szubjektív érzésünk az, hogy nagyon hatékony, de azért számos olyan dolog van, ami inkább azt mondja, hogy nagyon óvatosan kell bánnunk ezekkel a kémiai módszerekkel. Mik ezek az okok, amik ezt sugallják felénk? Egyrészt most a Debreceni Egyetemen végeztek egy kísérletet, amikor légi permetezés után lepedőket helyeztek le a földre, megvizsgálták az elhullott, illetve vergődő ízelt lábúakat, és sajnos azt találták, hogy minden egyes szúnyogra, csípőszúnyogra, körülbelül 100 másik ízelt lábú faj esettel is pusztult el, fátyolkáktól kezdve, darazsaktól kezdve, rengeteg pollinátor, tehát ez is önmagában rettentő nagy probléma. Nagyon-nagyon precízen kellene monitorozni azt, amikor kémiai írtást végzünk, hogy helyes-e ez. Erre vannak módszerek, ezeket most nem akarom felsorolni, de hogyha egy adott helyen, egy adott csapdában, adott időegység alatt 50-nél több darabot találunk, akkor már indokolt a kémiai gyérítés, itt különböző fajokat is meg lehet számolni, de ennek a részleteiben nem szeretnék belemenni. Ettől van azonban egy sokkal rosszabb hír. A sokkal rosszabb hír az, hogy például a nyugat-nílusi láz vírusát is terjesztő dalos szúnyog, ezek egy kulexfaj, mint az előbb említettem, azoknál igen erősen kezdenek megjelenni azok a rezisztencia gének, amik ezeket a szúnyogokat, ahogy említettem, rezisztensé teszik a hatóanyagok ellen. Tehát
Előfordulhat egy olyan eset később, amikor tényleg nagyon súlyos fertőzéseket terjesztenek a szúnyogok, és sokkal nagyobb számban, tehát szemmel látható, ami a közvéleménynek a inger küszöbét is átüti, és ha addigra ezek a fajok rezisztencia génekkel fognak rendelkezni, akkor a egyetlen fegyverünk ellene, egyetlen kémiai fegyverünk ez ellen, az már nem biztos, hogy hatékony lesz. Tehát ezért nagyon-nagyon érdemes vigyázni. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerkutató Intézet kifejezetten ajánlat, tehát erre vannak ajánlások, hogy időről időre a szúnyogokat, főleg a gyérítés után össze kell egy picit gyűjteni, és monitorozni azt, hogy ezek a rezisztencia gének milyen denzitásban fordulnak elő bennük. Szóval ez egyébként a egyik rossz hír. A jó hír, hogy egyébként a invazív szúnyogfajok nem mutatják ezeknek a rezisztencia géneknek a kialakulását egyre, tehát egyelőre őket például kordában tudnánk tartani. Velük az a baj, mint említettem, hogy nem foglalkoznak a tűzőnappal a 35-36 Celsius fokkal, és a konténerköltés pedig mindenre lehetőséget ad nekik, hogy nagyvárosokban is, apró pici helyeken is, vizes helyeken minden további nélkül fejlődjenek. A komplex szúnyoggyérítési stratégia az több elemből áll, és sajnos nagyon precízen kell alkalmazni. És ekkor térnék ki arra a kérdésre, hogy mit tud az ember tenni a saját környezetében, a saját kertjében például ez ellen. Hát ugye először is azt javasolnám, hogy mindenki használjon szúnyoghálókat. Nyilván ez bent a házban érvényes, tehát hogyha ezek jól vannak felszerelve, egy kis kézügyességgel meg lehet csinálni, készen is lehet egy csomót kapni. Már nagyon sokat tettünk ezért. Aztán gyakorlatilag magunknak szoktuk újra termelni a szúnyogokat, mert a ház körüli vizes hordókban, madáritatókban, pangóvizekben, gyermekjátékokban, a gyereknek a felfordított dömperében például, vagy ha valakinél egy kicsit nagyobb a kert, nagyobb a gazdaság, egy rosszul összehajtott fóliában, ponyvában is meg tud annyi víz gyűlni, hogy ez minden további nélkül óriási mennyi szúnyogot termel. Gondoljuk el, hogy egy-egy szúnyog, tojást fogok most mondani, 50-300 darab tojást is le tud rakni egyszerre, tehát azért ezek nagyon-nagyon szapora jószágok, és bár vannak olyan fajok, akiknek csak egy vagy két nemzedéke van egy évben, van, akinek ettől sokkal több nemzedéke van egy évben. Még akkor is, hogyha a hatásspektruma egy-egy szúnyognak inkább csak egy 100-200 méteres körzetben van, de hát azért elképzelhetjük, hogy egy idő után ezek nagyon el tudnak szaporodni. Tehát az első lenne a szúnyogháló, a második lenne ezeknek a pangóvíztereknek a megszüntetése, azzal már-már nagyon-nagyon sokat tudnánk segíteni, és a harmadik rész ennek a komplex stratégiának például a repellensek, tehát ezeknek a szúnyogriasztóknak a használata. Az riport elején hallottuk, hogy van egy csomó növény, levendulától kezdve a citromfűig, ami viszonylag jó. Hát én egy csomó népi praktikát ismerek, meg tudok, pálinkát kell tenni a éjjeli szekrényre. Hát szerintem ennek nagyon sokan örülnének, ennek a szúnyogriasztási módszernek. Diófalevél és gesztenyefalevélből készült főzet, tehát ezek mind jók, ezeknek a, sajnos azt nem tudom precízen megmondani, hogy a gyakorlati hasznunk mennyik, de azért nagyon sok helyen ajánlják. Nagyon-nagyon sok szúnyogriasztó létezik, és ezek közül jók is vannak, a pikaridin vagy ikaridin hatóanyagú riasztók, azok nagyon jók szoktak lenni, azt nagyon szeretik a horgászok, és nem csak a horgászok, hanem a túrázók, meg egyáltalán, akik szeretnének kintölteni egy pár órát esetleg napnyugtakor, napnyugta után is. És hát utána a biológiai védekezés. Ha kerti tavunk van, abba érdemes halakat pakolni, vagy például, ha kis pangóvíz területeink vannak, akkor oda pedig egy baktérium által termelt toxint, a BT-t juttatni. Na a végén akkor csak pozitív volt az a kicsengés. Köszönjük szépen, hogy itt vannak. Nagyon szívesen. Nyíregyháza zöld úton jár, és ezt hamarosan a hulladék szállítása is kiterjesztik majd. A Humda ZRT jóvoltából Paks és Debrecen mellett Nyíregyházára is érkezik két elektromos hulladék szállító jármű. Jövő év elejétől ezek azokon a területeken fognak dolgozni, ahol jelentősebbek a légszennyezettségi problémák. Sok vármegyei település polgármestere vett részt az elektromos hulladék szállító mintaprojekt megvalósítása című program nyitó rendezvényén.
Szemléletformálás, illetve tapasztalatgyűjtés a projekt célja. A Humdával szerződött le a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási ügynökség, illetve az Észak-Alföldi hulladékgazdálkodási cég, és ennek keretében két elektromos jármű érkezik a közeljövőben, jövő év első felében Nyíregyházára. Paks és Debrecen mellett mi nyertük ezt a lehetőséget, hogy olyan tapasztalatok gyűjjenek össze, amely aztán az elektromobilitást segíti a hulladékgazdálkodás területén is. Mind helyi, mind országos szinten cél, hogy a fenntartható és környezetbarát energia használata a mindennapok része legyen. Erről a Humda Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója beszélt a Vármegyeházán. A karbonsemleges mobilitást semmiféleképpen nem lehet önálló egységként kezelni. Nincsen már az a jármű, nincsen az az infrastruktúra, ami önmagában fenntarthatóan kezelhető. A rendszer szintű megoldásokat keressük és kutatjuk és támogatjuk országszinten a mobilitás fejlesztés részeként. Ahogy említettem, nem csak mobilitásról beszélünk ilyenkor. Amit látunk a nemzetközi kimutatásokban, és tapasztalunk mi is, hogy hatalmas potenciálja van a karbonsemlegességnek a nehézgépjárművek területén, így a közszolgáltatások és a közösségi közlekedés területén is. Ezt ragadta meg a magyar kormányzat azzal a zöld busz programmal, aminek részeként tulajdonképpen 140 elektromos busz van már Magyarország útjain. E kapcsán történtek meg azok a demonstrációs mintaprojektek itt Nyíregyházán is, tehát volt már közöttünk együttműködés, és 9000 tonna széndioxid évente az a megtakarítás, amivel tisztítjuk így az ország útjait. Ez a két jármű, ami az elektromos hulladékszállító projekt keretén belül ide kerül, 140 tonnával fogja könnyebbíteni éves szinten az utakat, itt Nyíregyházán lokálisan, globális céloknak alárendeltem. Magáról a projektről, ami tulajdonképpen nagyon szépen kapcsolódik ahhoz a motívumhoz, hogy a közszolgáltatások területén miként tudunk elérni karbonsemleges fenntartható megközelítéseket. Egy 2 milliárdos országos projektből Nyíregyháza, azon belül is mindjárt mondom pontosan a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szilárd hulladékgazdálkodási társulat és az EAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Lett az, akivel támogatást szerződést kötöttünk, 490 millió forint vissza nem térítendő támogatás értékéig arra, hogy két darab elektromos hulladékszállító gépjárművet helyezzenek itt üzembe, üzemeltessenek, ugye az EAK Nonprofit Kft. Lesz üzemeltető. A projekt ráadásul kettős célt szolgál, nem csak a zöld mobilitást erősíti, magyar gyártóknak és fejlesztőknek is munkát ad. Egy Renault alvázon érkezik egy seres felépítvény, amit tulajdonképpen már rögtön látható, hogy magyar hozzáadott érték is kerül ebbe a történetbe. Tehát azon túl, hogy teszteljük az elektromobilitási technológia megoldásait, tényleges üzemeltetését, húsvérszámait mondjuk Nyíregyháza utcáin, ezen túl megszámoljuk, hogy tényleg mennyi volt az a széndioxid kibocsátás csökkentés, tényleg milyen hatótával lehetett hajtani őket. Megszámoljuk azt, és nézzük azt, hogy ez a mind hajtásláncában, mind a hulladék tömörítésében karbonsemleges, tehát az akkumulátor energiáját használó jármű tényleg hogy tud üzemelni, hogy tudja szolgálni üzemeltetési célokat, hogy néz ki a forint a végén, mert az sem mindegy üzemeltetés szempontjából. Mindezeken túl azt tudjuk mondani, hogy esélyt adunk annak, hogy a magyar ipar, egy magyar termék ilyen kapcsán fejlődjön tovább, egy ilyen projekt kapcsán fejlődjön tovább, és be tudjunk kapcsolódni a nemzetközi folyamatokba, és emeljük az ország GDP-ét ilyen módon is. A nyíregyházi pilot projektben a szelektív hulladékgyűjtésre helyezik majd a hangsúlyt. Ilyen autóval még nincsenek Magyarországon tapasztalatok. Voltak már korábban elektromos hulladékgyűjtő autók, de azok ugye korábbi technológia, korábbi minőség, nem ilyen minőségiek voltak, én úgy tudom. Alapvetően el lehet mondani, hogy ezeknek az autóknak már sokkal nagyobb a hatótávja, mint hogy azt a hulladékgyűjtésnek a végére érjen. Tehát a hatótáv az ezeknél az autóknál nem igazán szempont, mert hamarabb meg fog telni, mint amire a hatótávja alkalmas lenne. A társaságunk jelenleg is rendelkezik napelemes kiserőművel, úgyhogy még a töltése is külön környezetbarát módon fog történni. Amint a projektnek van egy harmadik egysége is.
Egész éven át minden egyes tevékenységünk mentén szemléletet formálunk. Az nem mindegy, hogy ezt hogyan tesszük, és ezért fontosak ezek a demo projektek, mert szándékunk szerint tesszük ezt tény alapú számokon, számokra támaszkodva, és húsvér projekteket bemutatva, hogy minél igazabb és minél teljesebb körképet tudjunk a lakosság számára elvinni, és megvitatni a szakemberek között is, hogy hogy mehetnénk előre ezen az úton még jobban. A szemléletformálás elsősorban az iskolás korú gyerekeket érinti, körükben vetélkedőkkel, interaktív játékokkal népszerűsítik majd az elektromobilitást. Múzeumot avattak leveleken. A Hídvégi Béla Leveleki Vadászati, Halászati és Természetvédelmi Múzeum szalag átvágásán részt vett maga a névadó is, aki több nemzetközi és országos vadászati díj tulajdonosa. A megnyitón köszöntőt mondott Kovács Zoltán, Magyarország kormányzati kommunikációért felelős államtitkára. Szó nyitotta meg az átadó ünnepséget leveleken. A most nyílt múzeum, valamint a benne látható tárlat vadászatról, halászatról szóló érdekességeket és egy nem mindennapi életutat mutat be a látogatóknak. Az már megfogalmazódott bennem régebben, hogy a vadászatot, horgászatot és a természetvédelmet valahol majd egyszer meg kellene mutatni a közönségnek, ugye ezeknek a gyerekeknek, akik fogékonyak ezekre a dolgokra. És akkor időközben beugrott, hogy ezt mindenféleképpen, amennyiben nem veszi sértésnek Béla, hogy életében elnevezzünk róla egy múzeumot, akkor az ő nevével fémjeleznénk, és akkor így jött össze a fúzió. Na most nagyon-nagyon sok relikvia van bent, amit orsók, horgászdolgok, amit talán ismeretlenül is felajánlottak és küldtek nekünk horgászok. Még majd abban megpróbálunk a horgász részbe jobban belenyúlni, és természetesen még majd bővíteni a Béla világvadászi trófáit, amiből nagyon sok vár még preparálásra, és akkor, ahogy preparálódnak, érkeznek be a múzeumba, illetve a Kárpát-medence vadjairól is szeretnénk még egy bővebb átfogó, akár a mezénynyulaktól, akár a gímszarvasok fél vagy teljes alakos preparátumairól is bemutatót tartani. Sesták Oszkár elmondta, a most átadott múzeummal bővül a vármegye turisztikai attrakcióinak köre. A fejlesztést a területi és települési operatív programból finanszírozták. Hagyományosan fejlett és régi múltra visszatekintő horgászvadász barátságot is szolgálja ez a létesítmény itt egy horgászparadicsom mellett. Biztos vagyok benne, hogy hasznos újabb turisztikai attrakció lesz a vármegye épített örökségekben, természeti értékekben gazdag látnivalói között, és újabb turistákat, látogatókat vonz ebbe a térségbe, majdnem pontosan a mai vármegye közepére. A megnyitón köszöntőt mondott Kovács Zoltán, Magyarország kormányzati kommunikációért felelős államtitkára. Azért jó ma itt lenni leveleken, egy sokak, sok magyar által talán soha nem hallott nagyközség víztározójának a partján, mert itt helyben minden olyan dolog itt van, ami értelmet adott az elmúlt évek vadászati, vadgazdálkodási, vadvédelmi munkájának, és ami inspirációt, jövőképet ad az elvégzendő munkára. Sokan vagyunk úgy egyébként, hogy viszonylag későn kezdtünk el ténylegesen vadászni, de meggyőződésem, hogy szinte mindenki, aki itt van ma körünkben, valószínűleg gyerekkora óta hordozza magában azt, hogy a természet iránti elkötelezettség, az érdeklődés, a kutya, a hal, a madarak, a vadászat, a puska, a lövészet, az valahol ott van a genetikájában, ott van a vérében. Amikor 2018-tól 21-ig, valamivel több mint 3 évig, az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás előkészítésén dolgoztunk, akkor gyorsan rá kellett jönnünk arra, hogy egy olyan feladat előtt álltunk, ami látszólag magától értetődő, hisz Magyarország 50 évvel azelőtt már rendezett világkiállítás, tehát mind a tudása, mind a vadászatban, vadgazdálkodásban, természetmegőrzésben szerzett tapasztalata ott van, csak meg kell mutatni. Ez nem így volt, mert az a tudás ott volt, de újszerűen kellett megmutatni, egy kicsit meg kellett nézni, meg kellett kutatni, hogy hogyan lehet ehhez úgy hozzányúlni, hogy a laikusokat a vadászattal, a vadászat mindennapi tevékenységével
talán egyáltalán nem találkozókat is meg tudjuk szólítani. És akkor rájöttünk, hogy bizony a 50 évvel azelőtti világkiállítás eredményei sem csak úgy maguktól lettek, mint ahogy a 21-esé sem attól vált azzá, amit most már büszkén vállalhatunk, erre majd visszatérek, hanem azáltal, hogy a hétköznapok munkája egyszerre van jelen, az apró munka, a kiemelkedő teljesítményekkel. Felrémlik előttem januárban, ez év januárjában, Dallasban, ott álltam, és Béla bácsi méltatását nagy tisztelettel elvállalva, amit az amerikaiak rám bíztak, az ő életútjáról és teljesítményéről beszéltünk, amelyről, ha visszaidézhetem, azt mondtam, hogy benne megtestesül egy sor dolog. Megtestesül mind egyénben az a vállalás, az a vállalkozás, ami végül túlmutat az eredeti vállalásokon is, hiszen nyugodtan mondhatjuk, hogy Béla azzal, hogy a világ három elnyerhető nagy díja közül mindegyiket magáinak tudhatja, nem csak ezt teljesítette, hanem azt is, kiemelkedve abból a mezőnyből is, ahol ezeket megkapta, hogy ezt magyar emberként tette, olyan magyar emberként, aki nem felejtette el a gyökereit és azt, hogy honnan származik, honnan jött, akkor sem, amikor az Egyesült Királyságban, meg a világ különböző részein élt, tevékenykedett és tevékenykedik ma is. És ez a kiemelkedő tevékenység, mint ahogy 50 évvel ezelőtt, vagy az eltelt 50 évben is sok alkalommal, inspirálólag, lelkesítőleg hat minden olyan emberre, akit a vadászat, vadgazdálkodás, vadvédelem érzete, tevékenysége, tennivalója megszólít, vagy megérint. És meggyőződésem, hogy az ilyen egyéni nagy kiemelkedő teljesítmények is nem csak alkalmasak, hanem kizárólag alkalmasak arra, hogy eljuttassák ennek az elhivatottságnak és ennek a tennivalók sorának a megértését, megérzését minden hétköznapi ember számára. És azok a dolgok, amelyek Béla munkásságában, nagy díjakban testesülnek meg az életpályájában, az életművében testesülnek meg, nem csak a saját gyűjteményeiben manifesztálódnak, hanem ezekben a kis helyi kezdeményezésekben, ahol most állunk. Méltán kapta meg Béla nevét ez a kis múzeum, részben azért, mert a saját tevékenységének a bemutatásáról és a hagyatékának ápolásáról is szól, de egyúttal szeretném felhívni a figyelmüket arra, ami miatt egyébként ma én is itt vagyok, részben az állam, részben pedig a Nimród képviseletében, hogy az elmúlt, most már lassan másfél évtized kezdeményezései kapcsán is elmondhatjuk, hogy leginkább azokat a kezdeményezéseket szeretjük támogatni, ahol a központilag adott támogatás mellé a helyi közösség oda teszi a sajátját. A múzeum a leveleki víztározó közelében található, és egyre gyarapodó kiállítással várja az érdeklődőket. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb hétfőn várjuk Önöket új műsorral. Számítunk a figyelmükre, akkor is viszontlátásra!